Sziasztok, üdvözlök mindenkit, és jó hírra szolgálok most számotokra, mivel ismételten lesznek találkozók. Na hát akkor kezdjük bele, mikor, hol és hogyan. Az első találkozó, ugye már nagyon ígérgettem eddig is, hogy lesz Osiris találkozó. Na most eljött az ideje, gondolom most már azért sikerült majdnem mindenkinek beszerezni egy Osiriszt. Azért hagytam rá időt nektek, hogy ti is megszerezzétek. Akkor július 2-án, azaz csütörtökön 14:00-ig kezdéssel lesz Osiris találkozó. Tehát mindenki tartsa fejben, csütörtök 14:00, és ide szeretném kérni, hogy csak azok jöjjenek, akik ugyebár rendelkeznek Osiris gépjárművel. Tehát akik gyalogosan szeretnének jönni, azok kérem, hogy ne jöjjenek, mivel elveszik ugyebár azoktól a helyet, akik szeretnének a saját Osirisükkel is ott lenni a találkozón. Na, akik ugye nem tudnak jönni, mert nincsen Osirisük, azoknak itt egy másik lehetőség, azaz július 3-án, pénteken 14:00-kor, és péntek veletek lesz, ugyanúgy, mint ahogy régebben is volt, most megpróbáljuk ezt is visszahozni, és ide várjuk akkor azokat, akik ugyebár nem rendelkeznek Osirisszel. Erre a péntek veletekre mindenki eljöhet, ugye ez kötetlen, nem kell senkinek se autót hoznia magával. Igazából ott főként az lesz, hogy játszunk, küldetéseket, versenyeket, deathmatchet, meg ami még jönni fog. Az Osiris találkozón meg ott egy kicsit ugyebár mászkálunk a városba, ahogy eddig szokott lenni az autós találkozóknál. Majd pedig elkezdünk versenyeket indítani, és különböző versenyeken végigmegyünk, ugratós, meg stb. Ilyen-olyan versenyeken, aki tud, az mindenképpen majd írja meg, hogy neki ez a kedvenc versenye, azt próbáljuk ki. De hát szokott ilyen lenni, ugyebár találkozók közben is, hogy valaki azt mondja, hogy neki ez a verseny nagyon tetszett, és akkor menjünk azon egyet. Aztán akkor megyünk azon a versenyen egyet, szóval szabad a választás bőven. De azt mindenképpen szeretném kérni, hogy Osiris találkozóra ugyebár csak Osirisszel rendelkező játékosok jöjjenek el. És most nem lesz olyan, hogy töröljük a barátlistát, szerintem most kiválogattam már nagy részét a normális embereknek. Remélem, hogy tényleg nem lesz probléma abból, hogy megint jönne olyan ember, akinek egyáltalán nincsen ott a helye köztünk. Hanem most már tényleg csak azok, akik meg is érdemlik, hogy ott legyenek velünk és együtt játszhassunk. Na hát akkor most nem lesz barátlista törlés. Azt majd hagyjuk a következőre. Péntek veletek előtt szintén nem lesz barátlista törlés, hanem majd hagyjuk a következő találkozóknál. Úgyis majd említeni fogom ezt nektek számotokra, hogy éppen mikor lesz barátlista törlés, mikor kell nektek újra fölvenni a barátlistára, hogy velem játszhassatok, hogyha szeretnétek. Ezt mindent a későbbiek során ugye már el fog mondani. Na, hát akkor nektek már más dolgotok nagyon nincsen, csak annyi, hogy följönni, és akkor minél gyorsabban csatlakozni, ugyebár Osiriszeseknek az Osiris találkozóra, akik meg pénteken szeretnének velünk játszani velem, azoknak pedig pénteken péntek veletekre eljönni, és akkor ott együtt hűlni, eljátszani, és elcseszni az időt. Na, köszi szépen, hogy velem tartottatok, remélem, hogy akkor nem lesz rendbontás. Hát akkor mi az még, amit szerettem volna mondani? Ja igen, az, hogy zero tolerancia van, ami eddig is ugyebár volt. Tehát, hogyha valaki nem azt teszi, úgymond, amit mi szeretnénk csinálni, vagy rendetlenkedik, azt automatikusan dobjuk ki, és vele nem fogunk találkozni többet már. Szóval erre kérek szépen, hogy figyeljetek oda. Senkit nem szeretnénk fegyelmezni, senkire nem szeretnénk rászólni, hogy hé gyerek, most légy szíves, csöndesebben, nem ezt kéne csinálnod, ne káronkodjál, nem szeretnénk senkit megnevelni, de ezek itt most nálunk az elvárások, és hogyha már hozzánk jössz játszani, akkor minimum annyi, hogy ezeket tiszteletben tartod, és be is tartod őket. Barátaiddal, otthon szüleiddel beszélhetsz úgy, ahogy te szeretnél, de velünk nem, és kérlek, tarts a tiszteletbe ezt, hogyha velünk jössz és játszani szeretnél. Na, tehát akkor köszi szépen még egyszer, és akkor várlak titeket. Sziasztok!